Szia, sziasztok! 21-e, augusztus 21-e szombat van, és ahogy látjátok, csomagolok. Próbálok minőségi szénhidrátokat eltenni, mert hogy arra gondoltunk ma, hogy elmegyünk egy kicsit egy bicikli túrára. Hát megpróbáljuk egy kicsit nagyobb fába vágjuk a fejszénket, és bocsánat, elmondtam, hogy magyarul. Szóval elmegyünk majd Ottobrunnba, ami Münchennek a déli részén található, kis különálló kis település, és van itt egy nagyon érdekes látnivaló, és el fogunk menni megnézni, de azt találtuk ki, hogy biciklivel fogunk menni, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy alakul, végre kisütött a nap, jó idő van, úgyhogy mehetünk, tekerhetünk, azért is raktam el ezeket a, ahogy mondtam is, szerintem jó minőségű szénhidrátokat, legyen energiánk tekerni, és ja, hát a többit meg majd megmutatom. Gyertek velünk! Na, itt van, ahogy látjátok, akkor bicajjal megyünk. Igen, itt van a Bruno, és ő jön velem, és akkor indulhatunk. Na, sziasztok, hát megérkeztünk, ahogy láthatjátok mögöttem is, és mindjárt fordítok egyet a kamerán. Igen, szóval ez a másik oldala, és ahogy látjátok, valaki már lehet, hogy kitalálta, de egy tulajdonképpeni repülőgép leszálló pályán vagyunk. És csak azért mutatom meg nektek, na, többiek most mennek, csak azért mutatom meg nektek, hogy hogy lehet egy repülőgép pályát is hasznosítani, és hogy lehet klasszul a minőségi időt eltöltve felhasználásra bocsátani. Ahogy láthatjátok, ez egy 160 hektáros terület, és itt 1933-tól 1997-ig működött repülőtér, és tulajdonképpen ezt a repülőteret alakították át úgy, hogy ezt felszámolták, és itt maradt egy 21,4 hektáros parkrész, amit az embereknek a rendelkezésére bocsátottak. Látjátok, ide ki lehet jönni biciklizni, és ugye ez egy 2,3 kilométer, azt hiszem, hogyha jól tudom, nyi hossz. Gyakorlatilag így München alá, tehát egy városokat köt össze, és mindjárt ott már látszik, én már ott látom a messziből, de ott gyakorlatilag itt, hát ma szombat van, és nincsen tele, de inkább délután szokott ez tele lenni, erre felé is végig park van, most szembesüten nem fogom tudni rendesen megmutatni nektek. Ott, ahol van az a buborék, ott van egy katonai bázis, az megmaradt, itt egyébként a repülőtéren, és itt a tábla mögött, a tájékoztató tábla mögött, ahol ott vannak a többiek is, és más emberek is vannak, az pedig egy temető. És majd oda is oda fogunk menni, és meg fogom nektek mutatni, mert szerintem ez is nagyon, nagyon különleges. Onne néz a nő is, hogy ilyen elképesztő. És az pedig ott egy skateboard pálya. Oda is oda fogok majd menni biciklivel, mert így sajnos annyira nem mutat. Na hát, és akkor vannak, akik meg itt sportolnak. Itt pedig, ezek az épületek pedig már itt Ottobrunnak az eleje táblát jelzik. Viszonylag hamar ide értünk egyébként így biciklivel. Jól lehetett jönni, ugye hál' Istennek van mindenhol bicikli út, majd hazafelé megpróbálok egy kis részleteket is felvenni. Idefelé nem tudtam, hogy nem akartam a Bruno miatt, mert régen volt a biciklin, és meg kellett, hogy szokja. Na, akkor megyek oda én is a többiekhez. Na, itt van egy kis domb, majd oda is felmegyünk, és onnan is megmutatom így nektek a temetőt, de gyakorlatilag nézzétek csak.
tulajdonképpen ez egy ilyen nyugalmi kert, vagy nem is tudom, hogy fordítsam jól. Ide ki lehet ülni, lehet elmélkedni, lehet gondolkozni az elhunyt szeretteinkről. Igen, szóval itt van lehetőség arra, hogy ide kijön az ember a kertbe, leül a padokra, itt vannak végig padok, és egy kicsit így átszellemülve úgymond a szeretteire tud gondolni. Úgyhogy szerintem nagyon, nagyon nem minket, amikor először voltunk itt, akkor nagyon meglepett ez a fajta, nem is tudom, ez a fajta temető építészet, mert hogy ugye felénk ez nem olyan szokványos, sőt nálunk valamilyen szinten ugye ez ilyen tabu téma is. Úgy látszik, hogy itt egy kicsit más, hogy tekintenek erre a dologra. Fölmegyünk, ott is fogok készíteni egy-két képet így lefelé. Itt látható ez a kis dísztó, és kicsit megpróbálom feljebb emelni a bokrok fölé, és itt helyezkedik el maga a temető rész parcellákkal. Hát az a része, azt gondolom, hogy ugyanúgy jellegében olyan, mint amit mi is Magyarországon így megszokhattunk. Na de mégis ezt gondoltam, hogy megmutatom nektek, mert ez egy ilyen kis érdekesség. És ha már így feljöttünk ide, próbálok még mindig levegő után kapkodni, és nem biztos, hogy látszódik, de itt vannak, hopp, egy hangya, szóval ott lesznek, majd mindjárt megpróbálom betakarni ugye a képet, ott vannak az Alpoknak a vonulatai, talán most egy picit látszik, párás nagyon a levegő, egyébként azért is kapkodom én is ennyire, mert hát itt talán, ugye, ott látszódnak, ott mennek a kicsit ilyen sötétebb. Igen, szóval ha ott látszik, akkor itt mennek az Alpoknak a vonulatai. Egyébként ez is gyönyörű. Hello, Bruno! Megpihent ő is. És itt van, amit föntről is mutattam, hogy illetve amit a táblánál is mondtam, az a több hektárnyi terület itt fekszik el, és még itt a fák mögött is, mert ugye ez van átadva közpark céljára, illetve ott az a buborék épület, és itt a hozzátartozó kiszolgáló épületek pedig a katonai bázis. Úgyhogy hoztál nekem is, Gyimin? Köszönöm! Ubit is vehetek? Igen, de akkor egy felet hagyd meg. Jó, oké. Na, akkor eszünk egy-két falaton, hogy legyen energiánk, meg iszunk vizet jó sokat, és akkor megyünk is tovább. Hát itt vannak a biciklik, persze, hogy megvannak, látjátok, nincsenek ki lakató, vagy kikötve, úgyhogy megnézzük azt a pályát, azt a skateboard pályát. Én be is terveztem. Tervezésbe menni? Jól van. Oké. Na, itt van egy magas kockázatos sportpálya, ahogy láthatjátok, mert hogy ugye ez egy fun park, egy skateboard, és itt aztán lehet mindenféle jó kis edzéseket csinálni, ugye főleg annak, aki meg mondjuk tök ügyesebb, mint például ez a Csajci. Na, ügyeskedik, igaz? Na gyere, nézzük meg ezt a pályát is, jó?
Na, egyébként ilyen a pálya, nem olyan túl szép látvány, de hát ez fiatalok itt vannak, úgyhogy ez nem arról híres hely, ugye, hogy itt minden olyan gyönyörű legyen, ugye itt a fiatalok ezt birtokba veszik. Itt a másik oldalán van kosárlabdapálya, ott hátul van strandröplabdapálya, ott, ahol éppen a néni leül, az egy ilyen pihenőszék, ott is lehet pihenni, úgyhogy én szerintem itt a fiatalok nagyon is jól feltalálják magukat. Bruno kevésbé, nem viseli jól, hogyha ott van hagyva. Ja. Jó, van. Merre menjünk tovább? Menjünk itt az úton, nem? Aha. Na, hát akkor elmegyünk arra tovább, és akkor megnézzük, hogy hová vezet ez a felszálló pálya. Na, átéltünk ide a másik végére. A bicikliket megint itt hagyjuk egy kicsit, és akkor sétálunk mi is. Fölmegyünk oda a dombra, oda megyünk föl, körülnézünk, hogy mi van ott, úgyhogy majd meglátjuk, hogy meddig maradunk el. Mit találtál? Kis pokorát? Nagyon cuki. Hozod? Igen, hát szóval ez azért eléggé meredek, jó. Na hát felértünk ide tetejére. Kell kapkodni a levegőt nekem. Na és innen is ilyen a pálya, és itt van a legvégén, innen indultunk. Ott vannak lent a bicajaink. Mozgáskorlát ott van? Vagy te kell, nem? Idősebb akkor is, nem? Elképesztő. Azért most kezdenek már lenni, nem? Egy kicsit délután van. De nagyon kevesen. Ez ugye, kaptam a fecskó. Ha megnyomta a füvecske? Mikor ősszel voltunk erre, nem? Hogy akkor milyen sokan voltak. Hűvösebb volt, igen. És fullon volt a pálya. Tényleg tele volt. Rollereztek meg. Mi az a görkorcsolya, nem? Hú, hogy mentek vele. De hát ugye itt jó hozzá az aszfalt. Nagyon nyilván nem ezen a részen, de onnantól azért az jó hozzá az aszfalt is. Egyébként a másik oldala a partnak, ez itt Unterhaching, úgyhogy két városrészt köt össze, tényleg ez a jó kis pálya. Úgyhogy nagyon klasszul meg van csinálva. Tessék? De visszaállsz, ma tudítámnak meleg. Melege van, nagyon melege van. Neki is. Nekünk is. Napa, hogy megyünk itt le? Na, ott hagy bennünket, én meg csak így araszolok. De érdekes. Milyen klassz, nem? Na, megvált a picajosokat, korrekt. We'll be right back.
3 óra múlt, láthatjátok egy kicsivel, ebben a pillanatban értünk haza, a többiek még a Brunot fürdetik, annyit csináltam, hogy milyen jó, megmutatom ezt az előre fagyasztott húsgulyót fogom készíteni. Na, itt van hozzá a hagymám is, megmutatom, így szoktam ledarálom, és akkor így lefagyasztom őket, és ilyen kis adagokba tök jól fel lehet használni. Gyorsan, amíg megmosakszok, rendesen az arcomat is lemosom, addig kiolvasztom a húsgulyókat, illetve oda teszem párolni a hagymát, és látjátok, itt nagyon egyszerűen egy kis paradicsom szószt fogok hozzátenni, és közben főzök ki egy ilyen kis pici pennét. Ezek a feles penne, vagy nem is tudom, milyennek a neve, de egy ilyet fogok még kifőzni mellé, úgyhogy hajrá, induljon egy gyors ebédkészítés. Na, és akkor ameddig a tésztánk még így készre áll, addig meg szeretném nektek megmutatni ezeket az új tároló rendszereket. Ja, bocsánat, le kellett googoljak, és azt hittem, mindjárt úgy is maradok. Szóval, az új tároló rendszereimen nagyon-nagyon tetszenek. Ezeket a tárolókat rendeltem, ahogy látjátok, van belőle nagyobb, és vannak belőle kisebb verziók. Ezek szerintem egyébként praktikusabbak. Itt vannak, amik zacskóban vannak, mert nem tudom őket egybe beletenni, mint például így a falafel, akkor ezek a vörös lencse burgerek, illetve itt a hüvelyesek, ezek ugye nem tudom összeönteni őket a dobozba, viszont nagyon praktikusan itt egyben tudom tárolni őket. Láthatjátok, egy még üresen is maradt, úgyhogy ezt pakoláztam még ezt a szekrényt így a napokban. Próbáltam róla egy jó kis felvételt készíteni, ahogy a rendszerezést megcsinálom, de képzétek el, hogy elvesztek videók belőle. Egy párat bevágok most nektek ide. Nézzétek meg, hogy készültem fel rá, és hogy készültem el vele, mert én nagyon élveztem, és nagyon remélem, hogy be is válnak nekem hosszú távon ezek a tárolók. Na de 15:43 van, ez most már tényleg elkészült. Megyek, megterítek, gyorsan eszünk, és akkor le is zárom most ezt a videót. Remélem, hogy örömmel tartottatok velünk így ezen a szombat délutánon.
legközelebbi viszontlátásig, sziasztok!